news today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old-fashioned values on which we used to rely? Laugh and cry. Pedig folytatódnak Aquaman kalandjai. Na? Szasz, elugranál nekem sörér? Persze, más nem kell, mit tudom én, tévéújság vagy egy másik párna alá. Tényleg, most, hogy mondod, kéne még szörp meg szóda, és ha egy mód van rá, ne kerüljön bele sósvíz, jó? Hogyne? Mi van? Ne menjen bele sósvíz! Ja. Sósvízben vagyunk, ha esetleg még nem tud volna felszállni. Azt mondtam, hogy van rá egy mód, nem azt, hogy feltétlenül, jó? Persze, seggedet ne töröljem ki. Kommentárt nem kértem, de nem kommentálok, csak remélem azért vágod, hogy visszajössz. Te meg remélem vágod, ha nem osztanád itt az észt, már rég ihatnám a söröm. Szia, hogy aludtál? Képzeld, azt álmodtam, hogy birkákat eszek, és most látom, hogy nincs meg a párnám. Ja, de itt van. Akkor mit tettem meg? Bocsi. Még itt hevertek, készülnünk kell nagyapátok születésnapjára. Peter, ne bomolj, csak az apád. Akit imádok, a rasszista fricskáival, az ejre érünk, arra még böfögéseivel, meg a rágcsálásával, amit akkor is csinál, amikor nem eszik. Szevasz, apu! Francis, de jó újra látni téged. Lois, mit sem változtál, te büdös kurva? Gyere be, már is asztalhoz ülünk. Lois, mikor kereszteled már meg azt a kölyköt? Jaj, ne kezd megint. Francis, miért kell mindig előjönni ezzel? Mert szeretem a családomat, és nem akarom, hogy az unokám a pokoltüzén égjen. Én is tökre szeretlek, és a lábúj körmed olyan színű, mint a sulibusz. Komolyan azt hiszi, hogy egy kis varázsvíz megvédi Stewie-t a pokoltól? Miféle beszéd ez? Beverem azt a pogány fejedet. Ez aztán keresztény. Hiszel nekem, vagy bántalak? Most megkapod. Szia, Lois! Ja, és persze, ha korábban jövök haza is, te épp valaki mással hemperegsz, azonnal kinyírlak titeket. Ah, hála a sikeres kezelésnek, Magic Johnson most már csak étszer. Basszus, megint az a süket gyerek! Miért nem raknak rá csengőt? Nem kéne kijebb menni. Jaj, ne félj már! Nem lesz bajunk. Hali, meg foglak enni. Megeszem a szőrös lábikód. Sőt, a másikat is megeszem. Hopp, fellátok a nacitokba. Jó, megcsúcsálok a sok pici fogacskámmal. Táram, táram, táram. Hoppá, várjunk, ma már bevertem egy zsíros gyereket a parton. Mondjuk nem gáz, azóta már leúsztam. Nyami. Azt mondják, még 3 óra is vége a műtétnek. Remélem, hogy rendben lesz. Én is. Tudom, hogy nem szabad ilyenkor senkit okolni, de én mégis valahogy úgy érzem, hogy megtehet róla. Peter, apád folyton Stewie keresztelőjével szekál, és én már nem bírom. Miért kell nekünk ez a vallási maszlag? Jó, dumálok vele, de tudod, ha apám akar valamit, az olyan, mint Kobe Bryantnél a szex. Visonghatsz, meg rukkapálhatsz, de akkor is beveri. Jól van, gyerekek. A mai órán a Nova egyik epizódját vetítem le nektek, amit otthon vettem fel. Nem bújsz ide lassan? 1 perc, csak megint szájzárat kaptam. Apá, hát ez ugye nem a Nova. Csak egy házi pornó a nejemmel. Ami gondolom, itt a kutyát sem érdekli. Vagy? Nem hiszem, nem. Jó. Hogy? Jól láttam, hogy valaki jelentkezett? Nem? Jó, akkor vissza a témánkhoz. Sajnálom, uraim, de nem tudom most megkeresztelni a kis Stewie-t. A legutóbbi szentelt vízszállítmányunk szennyezett. Szennyezett? A szentelt víz? Az meg hogy lehet? Minden munkatárs mossa meg a kezét, mielőtt visszatér dolgozni. Nekem nincs. Betó, lehetnénk együtt. Szára, micsoda felelőtlenség? Meg annyira undorító. Leszel velem párban? Lehetek. Persze, jó fej vagy. Nem lépsz be a suli klubomba is? De! Akkor üssük fel a tankönyvet. Tudjátok mit? Hadd mutassam meg inkább, hogy megpatkolom az asszonyt. Olyan nincs, hogy a szentelt víz szennyezett. Add csak ide, majd én elintézem. Stewie Griffin, ezennel megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagy jodájéban is. Mit műveltek? Ez borzalmasabb, mint a pezsgőfürdőn volt Kathy Bates-szel. Jó, akkor én most kiszállok.
Na, fiam, meg! Neil, többé nem szabad, hogy veled lássanak. Már vannak barátaim, és némelyikük közkedvelt. Tudom, hallom, hogy Sara a labortársad. Most már értem, hogy miért utasítottál vissza eddig. Hogy érted? A Lesbos Club köszönti legújabb tagját. Beavatás kedden. Úristen! További híreink. Bajban a Szent Fülöp templom. Úgy ám, Diane, romlott szentelt visszaállítmány okozhat gondokat a helyi csecsemőknél. Ez nem tréfatom. Mostantól te is ügyelj, mikor meggyónod a tájtranszikkal való kijelgéseidet. Te nem vagy veszélyben, hiszen te csak a templom bejáratáig mész, hogy ott lerakd a garázsban kipottyantott fattyaidat. Most pedig lássuk, miként olvasztatjuk be az aprónkat értékes pénzé. Azért szomorú látvány ebben a plastik ketrecben. Hát olyan, mint egy kis nyúszi. Persze, Krisz, csúfolj csak, de ha kijutok innen, majd visszakapod. Úgy megtévesztelek, mint a kereskedelmi tévék bemondója filmek előtt. Ma este megtudhatjuk, hogy egy anyában sokkal több rejlik, mint amennyit kimutat. Majd egy halálos tűz porig égeti a friss házasokat a Hotel című filmben. Este újra eljön a télapú, a történet gerincét ezúttal is a karácsony adja, hogy aztán egy mesterlövész örökre elválasszon egy szerető pár. Ma ismét jelentkezik a tinédzser szerelem, amikor Harry bácsi ifjúkori szerelme újra felbukkan. Majd egy... Peter, mit keres ez a sok nő a nappaliban? Megfogadtam a tanácsod és választottam vallást. Mostantól mormon vagyok. És miért pont mormon? Viccelsz, minden este más nőt húzdi, ki nem hagynám. Ja, amúgy ő Kimi, a kínai piac egyik portása. Aztán Nancy, postai kézbesítő, őt meg már ismered. Tudod, ő szokott ordibálni a városban a kocsikra. Reggelire csak egy fokrémet ettem! Ugye, hogy jó pofa? Egyértelműen krémje a mormon feleségeimnek. Nancy, dobj egy sört! Bocs, de a mormonoknál tilos az alkohol. Peter, ugye nem dobtad ki már is őket? Nem, talán. Brian, na végre, van fogalmad róla hány óra? Stewie-nak már 2 órája aludnia kéne. Ja, igen, hát ő is itt voltam velem még valamikor délután. Micsoda? Brian, megkértelek, hogy vigyázz rá! Te jó ég, kicsikém! Szervusz, emlékszel rám? A kisfiú vagyok, akit ott hagytál a McDrive-nál egy zsák hamburgerrel. Persze mondanom se kell, hazaindultam, de meglepő, mennyi éhes szarvas járkál esténként, és... Ja igen, most jön a poén. Ha még nem tűnt fel, nincs meg a fülem. Szerencsére ki tudtam tépni a szarvas pofájából, és szereztem jeget. Szóval, ha bocsánatot szeretnél kérni, akkor ide mondjad. Ah, Brian, ez elfogadhatatlan! Ja, és ha valami baja esik? A fülem egy bögrében van, de ne zavarjon. Fúj, hindu templom. A megvilágosodás útja az elme felszabadításával indul. Vigyázz! Mit csinálsz? Ja? Csak erre a pötyre azt hittem, hogy lézer célzó. Peter, ez a folt egy titkos ékesség, egy portál, egy ajtó, melyen keresztül a teljes testi-lelki üdvözülés extázisa behatolhat az emberbe. Vagyis egy muff? Tűnés! Á, Peter, hol levett a fene? Hát szerettem volna megtalálni a hitemet, de nem sikerült. Ez jobban bánt, mint mikor elvették a szüzességemet. Ajjaj. Kérsz reggelit, vagy rágyújtanál? Szia meg! Hogy itt? Ne haragudj, valami kikívánkozik belőlem. Igen! Muszáj megnyílnom. Szuper! Szóval készülj, mert kemény lesz. Anyám, nem téved. Már miben? Nem vagyok meleg. Tessék! Akkor a sok közös golfozás csak hazugság volt? Tényleg ne haragudj, először éreztem azt, hogy tartozom valahová, és igaznak akartam hinni. Annak mutattam magam, ami nem vagyok. Úgy döntöttél, inkább hetero leszel? Azt hittem, ez nem egy döntés. Csak a fiúknál. Bánom, hogy így félrevezettelek. Ne haragudj. Ez borzalmas, maga a borzalom. Mit mondasz, Mark? Nem tudom, haver, nem ilyenre számítottam. Öcsém, szerinted, Mike, ha ezek elkezdenek akciózni, te érezted volna bennük, hogy átüt a szerepük? Nem tudom. Kivernétek a mehítőből a kólámat, hogy ne fagyjon széjjel? Uram, teremtő, milyen közel. Vajon horrontottam el? Én csak a pillanatnak akartam élni, mert az élet olyan hirtelen véget érhet, pedig olyan szép. Ezért léptél rá az önpusztítás mesdjéjére? Azt hittem, vagy annyira okos, hogy elfogadd a tényt, hogy bizonyos dolgokat az életben nem irányíthatsz. Úgy, mint például te azt az idétlen kacajodat, amikor valamit nagyon-nagyon viccesnek találsz. Csak azt nem értem, hogy ettől a sütitől miért leszünk karcsúbbak.
Nem is csoda, Fész, mert ez nem sütőpor, hanem hipó. Pedig ebből vittem a templomi vásárra is. Így már világos, miért jött az ördögűző.